Jó estét kívánok! Ma és holnap egy kicsit más lesz a híradó, mint ahogy azt megszokhatták. Csütörtökön és pénteken a táborokról lesz szó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradójában. Az elkövetkezendő két napban körbenézünk, hogyan töltik a diákok a szünidőt a táborokban. Nézzük a mai híreket, először röviden. Felkészülés a táborokra, tanácsok az indulás előtt. A túlélés rejtelmei, izgalmas tábor a Futurában. A természettudomány érdekességei, kísérleteztek a táborozók az öveges laborban. A mai és a holnapi híradónkban a napközis táborokról lesz szó. Oda is sok minden hasznos dolgot érdemes magukkal vinni a diákoknak. Azonban az ott alvós táboroknál jóval körültekintőbbnek kell lenni. Fejfedő, naptej. Most különösen szerencsésé van, mert szúnyogriasztót igazából nem is kell ajánlani, mert gyakorlatilag nincs szúnyog. A felszerelésbe azért mindenképp csomagoljuk el, ha táborozni indulunk. A nyáron sokan vonulnak pár napra a természetbe pihenni. Van még néhány dolog, amit érdemes magunknál tartanunk, ha a természetbe megyünk. Sportos ruházat, kényelmes. Semmiképp nem tűsarkú szandál vagy cipő, hanem akár kényelmes túracipő vagy vízicipő. Így a kenuzáshoz is jó, hogyha van, meg vízparton vagyunk, úgyhogy mindenképp ezek a ajánlható fontos dolgok. Az ott alvós táborokban szükség van hálózsákra és sátorra is. Érdemes arra is figyelni, hogy milyen programok szerepelnek a táborban. Ezekről egyébként teljes körű leírást kell adniuk a szervezőknek. A program tekintetében is lehetőleg a korosztályoknak megfelelő programokat tudunk ajánlani, illetve biztosítani. Mindenki maga választja ki, hogy mit szeretne. Fel vannak sorolva egy listán, hogy mi mennyibe kerül. Ki lehet választani a megfelelő programokat. A táboroknak gondoskodniuk kell a tisztaságról is. Más esetben a vidám időtöltésnek kellemetlen utóhatása is lehetnek. A nem megfelelően takarított mosdók, zuhanyzók miatt akár bakteriális fertőzéseket is elkaphatunk. Táborozásor előfordulóan leggyakrabban ilyenkor bizony a gastrointestinális, tehát gyomorbélhurutos fertőzéses jellegű megbetegedések fordulhatnak elő, ha nem megfelelő higiénés háttér lehetséges. Ebben az esetben bizony láz, hányinger, hányás, hasmenés a leggyakoribb tüneti előfordulás. Érdemes arra is figyelni, hogy legyen nálunk hullancs és rovarriasztó. Ezekkel csökkenthetjük a betegségek kockázatát. A meleg időjárás miatt könnyen leéghetünk a táborozás alatt, főleg a gyerekekre kell ilyenkor odafigyelni. Mostani szélsőségesen meleg, magas UVB sugárzás mellett minden további nélkül szükséges betartani azt, hogy bizony 11 és délután 3 között lehetőleg tartósan napon gyermek ne tartózkodjon. Inkább erre az időszakra fedett helyen levő programokat, foglalkozásokat érdemes szervezni. A nagy kánikulában azonban egész nap figyelni kell. A naptej nem csak a strandon hasznos, hanem a táborozáskor is. Amennyiben valaki beteg, inkább maradjon otthon, így megóvhat másokat a fertőzésektől, tette hozzá a gyermekorvos. A nyár szinte minden hetére más-más témával várja a táborozókat a Futura. Többi közt egy túlélő tábort is szerveztek ide a Természettudományi Élményközpontba, ahol a fiatalok minden nap más-más szinten játszhattak, sőt azt is megtanulták, hogyan élhetnek túl egy természeti katasztrófát. Nyomd a saját fejedet, és csinálj nekik egy szóval. Na mi lehet ez? Ez a fejedet! Nem emberi Activity-vel töltötték az időt délután az ifjú kalandorok a Futura nyári táborában. Az egyik hét témája a túlélés volt, így a táborozó csapatoknak különböző szituációkban kellett helytállniuk. Azt csináltuk, hogy beástunk a földbe egy ilyen üreget, és egy napernyővel a fejünk fölé raktuk, és akkor a homokviart azzal túléltük, és az iránytű ugye a homokviar megváltoztatja az egész területet, és az iránytűvel tudtuk, hogy merre van éjszak, akkor most meg dél-kelet-nyugat. A csapatokban voltak, akik hárman voltak, de én olyan helyzetben voltam, hogy egy társammal, és sikeresen túléltük a dolgokat, de amúgy nagyon jó a tábor, mely és izgalmas. Azon kívül nagyon sok itt a jó dolog, játék, nekem nagyon tetszik. Este a táborban ilyen skorpiók másztak be a sátorba, és ilyen első segélycsomaggal így a lábunkat be kellett kötözni a skorpió csípésre, és még be is kellett így
ilyen injekciós tűvel, hogy elmenjen a mérge. A táborozók sikeresen helytáltak a kalandos feladatokban, sőt még túlélő sátrakat is építettek. Minden nap egy megadott helyszínhez kellett kiválasztaniuk egy eszközmozaikból fejenként 3 túlélő eszközt. Majd ezután próbára tettük az ő eszközeiket, mindenkinek előadtunk egy szituációt, tehát egyfajta szerepjátékká alakult ez a túlélősdi, és aki megfelelt, az bejuthatott a túlélő sátorba, aki nem, hát az pedig sajnos odaveszett a vadonban. Ezen kívül számos egyéb speciális foglalkozás volt, ami a túléléshez kapcsolódik, például természeti katasztrófákkal foglalkoztunk, volt természeti katasztrófás társasjáték. A fiatalok nagyon élvezték a tábort, mindeközben pedig olyan praktikákat sajátítottak el, amelyekkel egy utazás során akár az életüket menthetik meg. Saját vérüket nézték meg többszörös nagyításban a diákok a Kossuth Gimnázium öveges laborjában. Egy másik teremben pedig az előző nap begyűjtött szigetközi vízmintákat vizsgálták a táborozók. Akik az iskola diákjai és jól teljesítettek, a következő évet egy kisötössel indíthatják. 16 ember kellene nekem olyan, aki használta a mikroszkópot már, kezeket föl. Két csoportra osztották a diákokat a Kossuth Gimnázium táborában. Az eligazítás után mindenki fehér köpenybe bújt, hogy beléphessen a laborba. A vérrel kapcsolatos vizsgálatokat fogunk végrehajtani az elkövetkezendő másfél órában. Az egyik csoport tűt és fertőtlenítőt kapott a mikroszkóp mellé. Első feladatként a saját vérüket vizsgálták meg a táborozók. De százszorosan így össze voltak, így csoportosulva ezek a sejtek. Nem tudom, hogy az előző, azt hiszem az a 40-szeres volt. Ott így össze-vissza voltak. A diákokat a tű sem tartotta vissza attól, hogy kielégítsék tudományos kíváncsiságukat. Izgatottan néztek bele a mikroszkóp lencséjébe. A mikroszkóp alatt tökéletesen látszottak a vörösvértestek, kiszáradás folytán áramlattak, és ezt a mikroszkóp alatt nagy nagyításon tökéletesen láttuk. A fiatalok megvizsgálták saját vércsoportjukat, vérkoleszterin és cukorszintjüket. Egy másik teremben pedig a vízzel kapcsolatos kísérleteket végezhettek. Elsőként desztillált vizet kevertek össze különböző anyagokkal. Megnézzük a nitrát tartalmukat és a lugosságokat egyszerre, vagy nem egyszerre, mert van A meg B üveg, és abba az egyiket, abba meg a másikat. Majd pedig szigetközi vízminták minőségét vizsgálták a tanulók. Voltunk szigetközben kenutúrán, és mindenféle vízmintát vettünk, és most azt vizsgáljuk, tehát megmérjük a pH értékét, és különböző vegyületeket keverünk hozzá, és tehát megváltozik a színe, és ez alapján meg tudjuk állapítani, hogy mennyi került bele. És azt is, hogy miért. A szigetközi kormorán telepről begyűjtött víz minőségét például az ott élő állatok is befolyásolják. Most a pH értékét nézzük, ami lugosnak bizonyult, mert valószínűleg a sok kormorán madár üröléke miatt. Az öveges tábor második alkalommal várta a helyi iskolásokat. Moson-Magyaróvár város önkormányzata idén 1,3 millió forinttal támogatta a szükséges kellékek beszerzését. A tapasztalatok szerint a fiatalok szívesen töltik idejüket a laborban nyáron is. Eleve az, hogy a gyerekek tartalmasan töltik a hosszú nyári szünetet, ez nagyon fontos, hogy nem a számítógép előtt ülnek, hiszen a mai gyerekek nagy része erre hajlamos a nyári szünetben, és észrevétlenül tanulnak. Így olyan ismeretekre tesznek szert, amelyeket a későbbi tanulmányaik során is hasznosíthatnak. Formanek Csaba, Lala és Lili című darabját láthatják szombaton 5 órakor a Fehérlóban a G-Team színház előadásában. Az abszurd történet főhőse két fiatal, akik egymást várják, aztán mégsem az történik, amire számítottak, s hogy mi a vége, sok nevetés, földre zuhanás. Kalászos hétvége lesz itt a Futurában, ismerkedni lehet a gabonákkal, de lesz kézműveskedés is az ősi magtárban. A rendezvény élményközponti belépővel látogatható. A nagy hőségben érdemes kipróbálni az 5D-s mozit, azok közül is a vizes filmeket, akkor ugyanis vízpermetet locsolnak ránk. Az 5D mozi is a pincében van, ahogy a pániklabor. Kellemes a hőmérséklet, lehet, hogy érdemes a megoldással kivárni az utolsó perceket. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Futurából. Hamarosan a Válogatás az Archívumból című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Viszontlátásra!